Ő határozza meg az esti, a nappali és a reggeli napi rendet is, ugye? Igazából mindent. 37. 37 fokos? Mm-hmm. Ázik a szoba is, nem baj. Nem baj. Még egy kaja hátra van, tudjam, számoljam. Várja, Manu. Ahogy. És most jön a hajad, amit nem szeretsz. Mi a popcsele? Pofi. Ó, hogy? Itt Szentesen, Szentes Királyságban beindult az esti gépezet, ugye Gábor, Tündi? Igen. Tehát, hogy most mi történik? Fürdéshez készülünk. Ami mindig? Apai. Apa feladata. Ez hogy működik? Behozod ide, lerakod a... Ez a kiskád alá kerül? Igen, most ha itt fürdetünk, úgyhogy ide rakjuk az ágyat. Védjük egy kicsit attól, hogy víz, tiszta víz legyen minden, bár ez nem szokott segíteni. No, hát akkor sziasztok! Szóval, hogy itt elindult a gépezet, a mindennapi esti gépezet, Zoé baba határozza meg, igen, hogy rötyörög, és milyen csinos kis ruhácskája van, látjátok? Szóval, hogy ő határozza meg az esti, a nappali és a reggeli napi rendet is, ugye? Igazából mindent. Úgyhogy akkor apát engedjük is, hogy végezd a dolgodat, jó? Okay. Van egy kis hőmérő, ami segíti azt, hogy... És hány fokosnak kell lenni? Beállítjuk a babának a hőmérsékletére. Hát ő azt mondja, hogy 37. 37 fokos? Mm-hmm. Az a jó, ha 37 fokos? Hát igen, úgy van, ugye 20 hideg. Meleg is a babának meg 37 fokos víz. Uh-huh. Na, akkor... Úgyhogy be kell állítani. Gyere, bugyukom. Kukci! Kukci! Kevered, kavarod, mixeled. Apa, ügyesen. Igazából én úgy szoktam, hogy 1-2 fokkal azért melegebb, mert mire beér, meg elhelyezkedünk azért, uh-huh. És kiszámoljuk, hogy azért... És a kis könnyék ellenőrzés. Itt épp, hogy befér. Milyen áramvonalas kádja van a gyerkőcnek. Csak fém, nem akarom, hogy megpiszkálja a kis bőrét, úgyhogy inkább ilyenkor... Leveszed a karikagyűrűt. Igen. Gyere, papám! Pancsizunk! Oj, de fiam! Azaz, pancsolja, ama. Pancsolja, ódi. Ügyes vagy, igen, nagyon ügyes vagy. Kérünk anyát ott is. Kicsit megmelegítjük, mert úgyis hideg. Igen. Azaz, pancsoljál. Nem csak az a lényeg, pancsoljál, hogy egyre tisztább legyen, hanem ez egy játék. Igen, hát ő biztosan elmelegít. Az a jó, igen. Lábadat is kérem szépen. Hatalmas lábbujjakat is. Igen. Másik lábad. Másik lábadat is, még a hátat, meg a popsit. Úgy. Igen, ügyes vagy, húzom. Pancsoltak is. Ha meg teszik át a vizet. Úgy.
Hát, ázik a szoba is, nem baj. Nem baj, igen. Tudatnak, hogy kell pancsolni. Ó, igen. Ügyesed. Hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp-hopp. Ezt a mindenit. Nem baj, mondjad. Igen. Jaj, jó van. Sietek. Igen. Kis manó vagy. Ez a törő közös része, ez nem az igazi. És most jön a hajad, amit nem szeretsz. A kajám mosolya. Hát ilyenkor úgy összehúzza magát. Megtörcsizi a fejedet. A törlésnél minden kis hajlatot megtörölsz minden azért, hogy... szárazra kell, igen. Mert hogy? Hát, hogy ne páljon be neki, ugye ne pattogjon ki, ne legyen tiros tőle a bőre. Uh-huh. Úgyhogy igen, szárazra kell teljesen törölni neki. Minden egyes kis hajlatot. Látom, te már ilyen nagyon profin csomagolod be a pelusba is. Hát, kiveszi a törcsit alóla. Igen. Anyci itt áll készen lövésre, hogy azonnal kivegye a törcsit. Utasításra. Készen áll. És hogy csinált, hogy nem csípsz bele például ilyen gyorsasággal, véletlenül se? Nincs ilyen jó hosszú körme. Ja, akkor már értem, miért van ilyen. Miért ez a procedúra? A munka megosztás? Nem ilyen körmös, is nem csináltam meg. Kész vagy. És kész van, és jó, hát a szerelem és a következő eszik-e, mert hogy két óránként eszik, ugye? Igen, minden halvacsi, aztán alvás. Készen vagyunk. Ügyes voltál nagyon. Igen. Ez jól esett, ugye az a kis pancsi. Igen, jól esett a pancsi. Kivisszük a vizet, jó? Addig anyának odaadnak. Gyere, papucca! Hát szia! Jön! Jössz! Töltsére, mindenki viszem, jó? Ne besüljetek, nem? Légy itt a kis láb, ilyen racit. Még egy kaja hátra van, tudjál, számoljon. Ezért vágottam, én rövidben vágott, azért nem bírja tépni. Vágassam le én is. Nem növeztem meg hosszúan, látod? Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Most itt, vége!